igazából még nagyon nagy vágyam, hogy egyszerűen csináljunk egy jó nagy időt valahol. Van egy bizonyos minőségi határ, amit nagyon nem szeretek átlépni. Mi a muszáj, de nem szeretek. Akkor te maximalista. Jó, köszönöm. Maximalista vagyok, nem szól. Meg kellene nézni azokat a nagyokat, akik táncolnak, énekelnek közben, és még elegőt is tudnak lenni. Tehát aki ezt bárki utána csinálja, az elmondhatja, hogy ez most könnyebb, vagy nehezebb műfaj. Szeretet tudom azt mondani, hogy az, mert nem is sok nagy szeretet kaptam így a pályára, de ez az, azt hiszem. Azt hiszem, hogy amit látok a színházban, abban is megnyerjük bőségesen. Tehát nagyon-nagyon újat nem fognak látni. Mást fognak látni, illetve úgy fogják hallani a dalokat, és úgy fognak hallani a hangszerelést is, és a szöveget is, hogy én képzelem el. A színházban nagyon sok szabály van, amit meg kell tartani egy előadás során, hogy tudjuk a rendező, a zene, stb. Itt viszont minden egyes részében beleszólhattam. Én nagyon szeretnék mást is kipróbálni, de azt is el kell mondjam, hogy más szerepet is kapok az Opel színházban, ahol nem kell meghallom, tehát hogy mindennek meg van a maga helye. Kíváncsi voltam, hogy gyakorlatilag az a közösség, aki velem együtt a műzikerekben összekovácsolódott, az vajon mit fog elszólni, hogy úristen, most mit csinál? És gyakorlatilag az, hogy egy ilyen erős, annak köszönhetem, hogy biztonságosan megléptem talán ezt az első lépést az Operett világán, hogy ilyen fantasztikus csapattal tehettem ezt meg. És valahol ennyi volt az álom.